Csak november második hetében 60 baleset történt Baranyában. A megye közútjain a legtöbb ilyen helyzetet az elsőbségi szabályok figyelmen kívül hagyása okozta. A rendőrség ezért nemrég összehangolt közlekedésbiztonsági ellenőrzést hajtott végre. Ennek eredménye is azt tükrözi, hogy sokan nem figyelnek oda az olyan szabályok betartására, mint például a biztonsági öv használata. Elmulasztása tragédiához is vezethet. Kérjük, hogy gondoskodjanak gyermekeik biztonságos utazásáról azzal, hogy gyermekbiztonsági rendszerbe rögzítik őket. Aztán csatolja be minden utas és a vezető a biztonsági övet. A passzív biztonsági eszközök használata nem a járművezető döntésének a függvénye, hanem kötelező, hiszen baleset esetén életet menthet. Bár egyre ritkább, napjainkban is találkoznak az egyenruhások olyan esetekkel, amikor valamilyen alkohol vagy tudatmódosítószer befolyása alatt állnak a vezetők. Ez azonban tilos, hívja fel a figyelmet Bertáné Wingert Erzsébet. Soha ne vezessenek ittas állapotban, illetve bármilyen vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt. Kérjük, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, tartsák be a sebességhatárokat. Soha ne használjon a vezető vezetés közben figyelemelterelésére alkalmas mobil eszközt. A rendőrségi baleseti statisztika szerint idén január és november közötti időszakban a baranyai utakon 19-en vesztették életüket. A legutóbbi szörnyű haláleset a Sásdi vasúti átjárónál történt, ahol egy személyautó és egy vonat ütközött. Mint a rendőrség írta, a vasúti átjárókban bekövetkező balesetekben a gyalogosoknak és a járművezetőknek gyakorlatilag nincs esélyük, ugyanis a vasúti szerelvények féktávolsága 100 méterekben mérhető.